fogtam a kis fejét, akkor itt hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. A kislány meztelen testét itt az utca mögött folyó patakpartján találták meg még március 8-án, az anyját sokkolta a látvány. A gyilkossággal gyanúsított férfi megpróbált öngyilkos lenni, miután végzett a mindössze 6 éves unokahúgával. Bejött, megfogta a kés, élesbe fölvágta az erejét, a nyakát, és hát szerintem, hát ha valaki maga, hát ezért akarta magát megölni, mert megbánta. A rendőrség a gyilkosság után sajtótájékoztatót tartott. Kiderült, hogy a gyilkos még a 20. életévét sem töltötte be. Helyszíni intézkedéseink és a tanúkihallgatások során egy 19 éves szexuális férfi gyanúsított kihallgatására, majd bűnügyi őrizetbe bevételére került sor. Megölted a lányomat! Megöltél a lányomat! Ezutánat megyek a börtönbe! Az áldozat dühös hozzátartozói várták a gyanúsított férfit a bírósági épülete előtt néhány nappal később. Belemosolygott a 19 éves gyanúsított a kamerába, miután kiszállt a rendőrségi kisbuszból. Nem sokkal később pedig a nyelvét is kinyújtotta a helyszínen dolgozó operatőrökre. A bíróság akkor úgy döntött, letartóztatják 30 napra. Az egy hónapos letartóztatást a férfi a budapesti igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben töltötte. A 30 nap most járt le, viszont még újabb heteket biztosan ott kell töltenie. A járásbíróság további egy hónappal meghosszabbította a gyanúsítottnak az igazságügyi elme megfigyelő intézetben tartásának a határidejét is, mivel az eljárás jelenlegi szakaszában még nem sikerült tisztázni az ő elme állapotát, ezért további vizsgálatokra van szükség. A bíró szerint a férfi szabadlábra helyezése esetén megszökhetne, vagy akár újra embert is ölhetne. Fennáll továbbá annak a veszélye is, hogy az egyébként munkahelyen jövedelemmel nem rendelkező gyanúsított, aki ellen jelenleg is vagyon elleni bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, újabb bűncselekményt követne el. A gyilkossággal gyanúsított 19 éves támadó akkor sem kerülhet egyelőre szabadlábra, ha az egy hónapos megfigyelése lejár, legalább 3 hónapig, ugyanis még biztosan vizsgálati fogságban kell maradnia.